Balettmozdulatokat mutattak be stábunknak ezek a pécsi kislányok. A fiatal tehetségek hamarosan a Baranyai megyeszékhelyen készülhetnek az egyetemre, ha ez a művészeti irány érdekli őket. A Magyar Táncművészeti Egyetem ugyanis vidéki tehetségcentrumot alakít ki Pécsen. Az egyetemnek ezzel az a célja, az országban most már 5 ponton működik ilyen tehetségcentrum, hogy országszerte megtaláljuk a fiatal tehetségeket, akik egyrészt kedvet éreznek a tánchoz, másrészt pedig testi, fizikai adottságaik, meg affinitásuk megvan a tánchoz, és őket úgy készítsük elő a 10 éves korban megkövetkezendő felvételire, amit minden évben megrendez a Táncművészeti Egyetem a klasszikus balett szakirányon, hogy nagyobb esélyekkel kerüljenek be a képzésre. Szigeti Oktávia már 18 éve tanár az egyetemen. Ő készítette fel a gyerekeket és tanította meg az alapokat. Nagyon fontos a testtudat, a koordináció, hogy megtanulják a lábfejüknek a használatát, az ízületeket, átmozgatni a bemelegítést. Mindig van a táncórának egy szeánsz része, hogy hogyan viselkedünk a terembe, hogyan jövünk be, mit kell először megtanítani nekik, hogy utána erre fel tudjuk építeni a tánc mozdulatait. Ezeket mind megtanulhatják majd a Pécsi Tehetségcentrumban. Képességfejlesztés órákat fogunk tartani nekik, és felkészítjük őket a Magyar Táncművészeti Egyetemnek a balett szakára tudnak jelentkezni. A felvételi alkalmával kapnak egy egyéni visszajelzést, hogy hol tartanak, hogy milyenek a képességeik, hogy alkalmasak-e erre a területre, vagy pedig esetleg egy másik szakirányt tudnának választani a későbbiek folyamán. A balett a táncmozdulatok mellett testtudatot, egészséges tartást is ad a gyerekeknek már egészen kiskorukban. Ez is célja a képzésnek.